Iszap tárolón átszakadtak át, iszap hömpölyök úton, völgyön át. Virágzó falut most iszap borít, halljuk szomorún rádión a hírt. 2010. október 4-én leszakadt az Ajkai Tímföldgyár 10-es tározójának északnyugati sarka. Közel 700 ezer köbméter maró hatású lúgos folyadék öntötte el Kolontár és Devecser alacsonyan fekvő részeit. A vegyi katasztrófa 10 halálos áldozatot követelt és több száz házat tett lakhatatlanná. A sebesen rohanó vörös iszap áradat néhol 2 méter magasan zúdult alá, mindent elpusztítva, ami az útjába került. Szakértők szerint a vegyi katasztrófa hatása Csernobiléhoz mérhető. Addig ért a víz, bán a műhelybe. Addig. De akinek van hova menni, biztos, hogy nem megy vissza. Lehet, hogy mire hazaérek, addigra a házamat is lebontják. Elmondani nem lehet. Azt látni kellett volna, milyen rondosán volt ott. Olyan asszony, Jartal is, akiket állít 5 kilométer, 8 kilométer az iszap, és egy bokor, egy fa alatt találták meg. Az a baj, hogy érted, nekem meg több mint 8-10 millió forint volt gépekbe, berendezésekbe, festéktől elkezdve minden. Ezt soha az életben nem térítik meg.
Csak az volt a gond, hogy először amik voltak, azok a tározók sokkal alacsonyabbak voltak. Ez meg most már nagyon magas volt, és nagyon közel a faluhoz. Vészesen zörög a gát, iszap mérgezi a libát. Véresen veres már az út, veresre festi a falut, veresre festi a hazát és hamut, veresre festi a Dunát és aput és anyut. Azoknak a mocskóknak kellene ebbe megfürdeni legalább eddige. Följebb nem, mert azért levegőt még tudjanak venni, úgyis akik ezt előidézték. Mert ilyen magasra nem szabadott volna, meg ennyire nem szabadott volna terhelni azokat a kazettákat. 3 napot voltam otthon, tegnap előtt is a hajam tiszta vörös volt, meg az arcom is, akárhogy törölköztem, mind vörös volt. Már 86-tól folyamatosan emelték. Úgyhogy azt hallottam, de ezt csak hallottam, hogy nem sokára bezárják az üzemét, mert már nincs bauxit, és már nem akartak másik tározót építeni. Azért is félünk ezt az iszaptól, mert egy az, hogy nem lehet bemenni ez a szájkmasz nélkül, meg szemüveg. Hát akkor már lehet képzelni, hogy valami nincs rendben. Hogy ne félnék? Persze, hogy félek, ezt mindenki fél. Az a por az, tényleg, hogyha csak nem onnan fúj a szél, hogy felém hozza, akkor nem, ha fő felé megy, akkor az eloszlik. De hogyha onnan fúj a szél, az a Kaláté, Manila nyugatkora, akkor már bizony ki vagyunk téve. Lélegzem ezt a port, akkor megbetegedek tőle, és akkor meg meghalok. Eddig is porzott, csak nem annyira, és nem féltünk annyira. Meg azt mondták, eddig is ott voltunk a porban az iszap mellett. Most akkor még maradjunk továbbra is. Thank you.
le kell dózerolni az egész a gyerekek, az egészet. Itt még azt mondom, hogy még meg lehet menteni. Hát itt is, ma nem tudom, ma hányadik napja volt ez. Benn van a kurba ugyanez az agy. Derékig érő iszapban voltunk. Hát csináltunk egy ilyen árkot, és hogy az iszap elfolyan, odaálltunk 30-an, és húztuk bele a tornapotok, más nem tudtunk csinálni. Nem tudtam megmozdulni. Idő nem volt rá kiszivattyúzni. Hát szerintetek hova jut ez? Meg avval röhögtetnek ki, hogy megy bele a lúg most a tornapatokba, utána meg most meg öntjük rá a sovat, érted? Most akkor mi folyik arra le Vásárhely fele, meg a pestiek? Mi megy oda? Senki nem teszi ki a zsebéből ezt a pár milliós értéket, amiket ők hátrahagytak, és nem az értéket, az életüket, amit senki nem tud visszaadni nekik. Senki. Veres lett most az út. Iszap borítja a falut. Életek fekszenek a sárban, drága otthonok az árban. Veres lett már az út. Isten nem látta a falut. Gyerek, család és rokonok. Hol vagytok, barátok, sógorok? Csak kíváncsi vagyok, ugyanaz az a vezető, érted, aki ebből erre tehet valamit. Legalább valami felajánlana valamit a vagyonából. De semmit, hát hiszen még röhög rajtunk. És ez ellen nem tudtok tenni semmit. És az a baj, mondom, hogy egyik holló a másiknak nem fogja kiválni a szemét.